Na. Drága barátaim, hát most milyen dolog ez, hogy itt találkozunk? Ugye? Hát érzitek, hogy milyen különleges ez a dolog? Ez nagyon különleges. Soha ilyen még nem volt. És mindenki direkt jött ide. Tehát semmi véletlen nincs. Mindenki addig-addig ügyeskedett, hogy mi most pont így összegyűltünk. És én is. Hát szándékosan jöttem kocsival, és a kocsitól direkt gyalog idáig. Érzitek, hogy mennyire mindig az van, amit csinálunk? Na ez az alap. Képzeljétek el, hogy ennél nagyobb bölcsességet nehéz mondani, de mondjuk lehet másféle nagy bölcsességet, de mondjuk az efféle nagy bölcsességek közül talán a legnagyobb az, hogy ahol vagyok, oda mentem. Úgyhogy nézzünk vissza az életünkbe. Miért kellett elvenni azt a nőt? Mert az látszik, hogy elvettem. Mert már 10 éve itt lakik. És amikor az ember elkezdi a másikat okolni, vagy bárkit azért, ami van, hát akkor jusson eszébe, hogy ő csinálta, hát ő csinálta, ő vette el. Hát ezt nem lehet, gyerekek, annyira egyszerű ezt megúszni. Ezt komolyan mondom nektek. Egyszerűen nem kell elvenni. De ha már elvette, akkor már mit van csinálni, mit? Hát akkor már csinálni kell. És hogyha a nő hozzáment, hát az nem volt belekombinálva, hogy majd 12 év múlva egy éjfél körül hazajön fokhagymaszagúan, pörköltös szaftal a száján, részegen, és fokhagymaszagút böfög, és ráhengeredik részegen a már alvó szerencsétlen nőre, és azt mondja, hát most ezt nem tudta az a szerencsétlen. Na de ő ment hozzá! Jó, gyerekek! Tehát kezdjük azzal, hogy senkit ne okoljunk semmiért. Ezt szerintem most eresszük el, mert mindent mi csináltunk. Mindenki, amilyen szar helyzetben van, az ő hozta magát abban a szar helyzetben. Sajnos, gyerekek, bocsi. De hát ez az alaptény. És még a másik, amire már én magam rájöttem, de szintén biztos más is rájött, hogy a Jóisten, akit majd körülírok, hogy mit is értek el ez alatt, de vegyük a legegyszerűbben. Tehát a Jóisten, így. A Jóisten mindent megadott nekünk, gyerekek, hogy mi rendben legyünk. Annyira profi a Jóisten, hogy mindent pont, exaktul, pont úgy csinál, ahogy kell. És a karma törvény, az már az elején megjelent, amikor a Jóisten kinyilatkoztatta a világot, és azt mondta, hogy legyen. Ki mondta ezt a szót, hogy legyen, és ez a kulcs, mert az azt is jelenti egyben, hogy legyen minden úgy, ahogy van. Először is ugye legyen minden, de legyen minden úgy, ahogy van. Tehát ezzel le van szögezve a karma. Ha ez arrébb megy, akkor arrébb van menve. Ha kipukkad, ki van pukkanva. Ez van. És bele van kombinálva az univerzumba az arrébb menés, meg a kipukkanás, meg minden. És hogy sűrűsödik, persze, de aztán felrobban, oké. Okay. Tehát szépen megvan ez, ki van találva, és az egész odáig göndörödik, hogy egy hajszál vékony lehetőségi úton még ember is keletkezik. Tehát azt már a Einstein is megmondta, hogy ahhoz, hogy ez kialakuljon a elvileg végtelen lehetőségek közül, ahhoz 1/1 trillió az arány, hogy az lehetséges, hogy magától véletlenül kialakul. Tehát az Einstein azt mondta, hogy már az elemek kialakulása is olyan feltételekhez kötött, hogy egy úgymond végtelen feltételrendszerre rendelkező világegyetemben az nagyon nem tud létrejönni annyira precízen, és mégis létrejött. És most már kapizsgálják a izék, ezek az atomfizikus, világűrkutató, atomfizikus, kutató, asztrofilozófusok.
Értitek ezt? Tehát akik a James Webb űrteleszkópnak a felvételeit elemzik. És tudjátok, mit mondanak? Hogy a nagy bum teória nem jó. Nem stimmel. Miért? Mert annyira messzire lát időben a James Webb teleszkóp, tehát térben is, de az egyben időt is jelent, hogy a nagy bum ideje előtti galaxist lát. Tehát, és ebből mindjárt adódik, hogy akkor hogy van ez, és most már merik azt mondani, de ezek a komoly figurák, hogy a fekete lyukak oldják meg ezt a multiplikált rendszert, hogy egy kolosszális fekete lyukba összesűrűsödik az anyag, és egy új univerzum formájába kirobban. Pont úgy, ahogy mondják, tehát igenis van a nagy boom, hanem csak nem úgy van, ahogy ezt a Moritz elképzeli, hanem a nagy bumokból jön létre mindig egy-egy univerzum, de állandóan jön létre, állandóan jön egy fekete lyuk, ami elnyeli, és utána a másik oldalon ki. Tehát párhuzamos univerzumok. Na most ezt tudományosan gyerekek, komoly emberek, akiknek papírjuk van róla, azok mondják, és tudjátok, hogy milyen régen le van ez írva? 5000 éve már megvan a Védák. Hát a Védában a totál benne van minden. Hát az a röhely, hogy az összes matematika, összes minden, a világűrnek az, hogy hogy van, ez le van kérem írva, és magát a teremtést, azt a Srimad Bhagavatam 7. éneke tárgyalja, és annyira precízen el van mondva, hogy hogy van a teremtés, hogy zseniális. És tényleg, kezdik azt mondani, hogy úgy van. Értitek? A Földről így tudósok elkezdik kideríteni, hogy tényleg úgy van, ahogy írták. Hú, őrület. Na de miért jó nekünk? Mert közben arra jó nekünk, ez a helyzet. Csak még nem tudunk róla feltétlenül. Hogy egyrészt minden úgy van, ahogy van, kész. De közben párhuzamosan másképp is van. És mi döntünk a párhuzamos univerzumok között másodpercről másodpercre. Tehát például, hogyha itt jön a légy, és én lecsapom, puty, akkor másmilyen univerzum képződik a következő pillanatban, mint ha nem csapom le, mert mint hogy nem csaptam le, itt jött a légy. Hoppalá! Miért? Mert én már eleve úgy vagyok koordinálva, hogy én azért nem csapok le bárkit. Ez nem úgy van. Még a szúnyogot is csak öt után csapom. Hát én azt mondom gondolatban a szúnyogoknak, hogy gyertek, jó, kettő már volt, oké, jól van, nem van. És amikor már az ötödik csíp, annak megmondom, hogy szóljon a hatodiknak, hogy onnantól csapok. És akkor sajnos beindul a gyilkológépezett lárbácsi, aki lecsapkodja a rászálló szúnyogokat. Hát ez a helyzet. Ez egy pont, de igenis a szúnyognak is jogos igénye. És ráadásul beleélhetjük magunkat, hogy ő nem táplálkozásból szedi a vért, és csak a nőstény szúnyog, gondoljuk ezt el, és az, hogy miért, mert be van gerjedve szexuálisan. Tehát ő csak úgy tud petézni, hogyha vér van hozzá. Neki a szexuális ösztöne az szívatja vele a vért. Hoppalá! Na és ezt meg lehet érteni. Hát erre azt mondom, hogy oké, legyen neked is gyereket, rendben. Nem? Hát hogy élj át ő is az anyaságot, nem? Hát egy szúnyog. Eleve hogy néz ki? És ő is anya akar lenni, érted az a nagy csáklakon. Anya akarok lenni, gyerek is gyerem, kicsi szúnyog, petike, szúnyog pecsi. Na mindegy. Tehát ebből azt kell mondani, hogy a Jóisten nagyon profi, nagyon precíz, és mindent megadott nekünk gyerekek, hogy mi boldogok legyünk, mert kiderül, hogy eleve már mi eleve boldogok vagyunk. Úgy vagyunk teremtve, és ez is a Védákból derül ki, hogy a lélek saját természete az úgynevezett szat-csit ánanda. És ez az Istennek is a saját természete. A Brahman, az isteni mindent átölelő lélek, a Brahman, a világlélek, annak a tulajdonsága szat-csit ánanda, ami annyit jelent, hogy tiszta, tudatos gyönyör. És a lélek, mivel a Brahmannak a része, ezért a lélek is egy szat-csit ánanda, azaz
Tiszta, tudatos gyönyör. Ez a lélek, gyerekek. Ez bennünk, ez van. És az összes többi, az mind a téveszméknek köszönhetően van. Mert ha nincsenek téveszmék, akkor az ember folyamatosan örül. Mert amúgy mindennek lehet örülni, mert télen például milyen jó, hogy van hó. Az olyan jó dolog. És hogyha nyáron meg jó meleg van, az milyen jó, és tavasszal meg van a rügyezés, az is de jó, és ősszel jönnek az esők. Jaj, de jó. Sőt, tavasszal is jönnek esők. Szuper. Tehát bármi van, mindegyik jó a maga nemében. Mert például egyedül lenni, de jó. Imádok. Imádom. Mert benn ülök a jó kis kuckomban, teljesen egyedül, és csak csinálom a dolgomat. És milyen jó, hogyha ketten vagyunk. Nem? Hogyha például épp összebújunk valakivel, hát mondjuk egy nővel nyilván. Na de az is milyen jó. Értitek? Tehát bárhogy van, az mind tud jó lenni. És ez miből fakad? Ez az eredendő jóság, ez magunkból fakad, mert már eleve az életnek örülünk, mert az, hogy kapunk levegőt, az már egy öröm. Hát gondold el, amikor nem kapsz levegőt, hogy ez milyen szar. És ahhoz képest ez most úgy tűnik, mintha ez valami semmi se lenne, de ez nem semmi, ez maga az élet. Annyira lélegzett az élet, hogy amikor az élet kezdődik, onnantól tart, egészen addig, amíg meg nem halunk. Mert ott kifújjuk az utolsót, és kész. Tehát a lélegzet az, ami minket az egész élet során életben tart. És akkora varázsereje van, amire még nem biztos, hogy sokan rájött. De aki rájött, az tudja, hogy nem csak az, hogy automatikusan működik, és akkor eltelünk levegővel. Nem kell odafigyelni. Ugye, megyünk szépen, gondolkodunk, hogy mi lesz, és közben lélegzünk. Észre se vesszük. Na de ha elkezdjük figyelni, akkor kiderül, hogy a lélegzet az egy ilyen kötél. Egy kötél, egy leeresztett kötél, ami a hegy csúcsáról le van eresztve, és mi minél mélyebben vagyunk, az minél mélyebben tudjuk azt átélni, hogy beveszem a levegőt és kifújom, és minden egyes kifújással egy picivel mélyebben vagyok. Ha ezt figyelem, akkor az olyan, mintha egyre jobban másznék le, mint egy búvár, egyre mélyebb helyre a vízben. Egyre nyugodtabb, egyre csendesebb, egyre... És közben érdekes módon egyre szabadabb, valahogy a test megváltozik, a testérzet is olyan, nagyon jó lesz a testérzet. Minden egyes kifújt levegővel egyen mélyebben. Na de ez azt jelenti, hogy közben a tudat, az közben meg egyre magasabb szempontot ér el. Miközben mélyül az élmény, a testélmény és a tudatállapot egyre nyugodtabb, a közben a látás egyre magasabb szempontból történik. Tehát ezzel a módszerrel gyakorlatilag el lehet jutni az isteni erők megtapasztalásához. Vagy a megvilágosodáshoz, vagy ilyesmi. Tehát a lényeg a következő, hogy ez az egyik nagy varázserő, ez a légzés. És ez egy óriási. A másik hatalmas varázserő, az meg a tiszta tudat, ami a téveszméktől mentesség. Tehát például, amikor az ember tudja, hogy a felesége az nem az övé, az már egy tiszta látás. Tehát ott van vele ugyan a felesége, de végig nem az enyém. Az én feleségem nem az enyém. De ugyanakkor én se vagyok az övé, hanem mi két, mondjuk úgy, hogy azonos rangú szövetségesként dolgozunk össze, és mindent csinálunk, és plusz szeretjük egymást. Sőt, tehát az egész abból jött, hogy szerettük egymást, és most nem vagyunk egymásé, nem lehet egymást kisajátítani, nem lehet uralkodni a másikon, nem lehet parancsolgatni neki. Tisztelettel, szeretettel kell mindent megbeszélni a józanész és a szeretet alapján, és akkor minden működik. De ha én azt képzelem, hogy a feleségem az enyém, akkor elkezdek rá féltékeny lenni. És mivel neki az kellemetlen, egyre inkább próbál velem kevesebbet találkozni. Egyre inkább próbál olyan dolgokat csinálni, ami őt szórakoztatja, hogy már csak ne kelljen, hogy otthon legyen, ahol én féltékenykedek.
És persze minél inkább csinál olyan programokat, amiben engem így kihagy, és hazajön, akkor én már még féltékenyebben kérdezgetem, hogy hol voltál, és mit csináltál, és mi ott rajtad az a valami, aminek más szagod van, másféle szagod van, mit csináltál? Érted? Hát ezt is ismerjük. Na most mi történik ettől? Még inkább elmegy. Hát értitek, tök hülyék vagyunk, hát már eleve nincs senkinek semmije. Ezt most elmondom nektek, nincs semmitek, gyerekek. És senkitek is nincs. Csak van feladat, van kedves lehetőség, hogy van egy gyerek. Hát azt se tiétek, nincs-e, hogy az én gyerekem. Hát 16 éves korában elmegy otthonról. Nem, hát azt mondja, hogy hülyeskedjetek már szülők, hát én azt sem, amit akarok. És tényleg, egy bizonyos kor után azt sem, amit akar. Hát akkor hol az enyém? Hát mi az enyém? Hát a lábát már elvitte. Tehát még azt mondtad, hogy a gyerek lába az enyém. Nem, azzal megy. Hát. Tehát nem vagyunk egymásé gyerekek soha, és egy valakié vagyunk, az is a Jóisten. Mert még magunké se vagyunk, mert nem tudjuk magunkat irányítani. Érted? Szóval nem tudjuk átlátni, meg nem tudjuk az életünket tök jól vezérelni. Tehát még azt mondhatom, hogy magunk se vagyunk a magunké, de a Jóisten... Az egyszerűség kedvéért mondom ezt a Jóistent, én nagyon komplikáltan is tudok erről beszélni. Ha akarjátok, beszélek nektek komplikáltan a Jóistenről, de most maradjunk az egyszerűnél, jó? Tehát csak azért maradjunk, mert marha jó így látni, hogy ez nincs vele semmi komplikáció, az a legjobb. Tehát egyrészt ugye van a tiszta látás, amíg az ember mit lát, hoppalá, azt látja, hogy ez az egész létezés, ez voltaképpen a tudaton belül van. Minden egyes tapasztalás a tudaton belül történik. Az észlelés is a tudaton belül van, az érzékelés is, az érzések, az akarat, a gondolat, minden a tudaton belül van. Az összes kép arról, hogy mi van úgymond kint, a kint is bent van, mert a tudatomban van az összes kép, amit most tapasztalok. Az épp jelen a tudatomban történik, és ezzel mindnyájan így vagyunk, mindenkinek épp a tudatában történik a történés, és annyira minden a tudatban van, ebben az egyetemes tudatban, aminek mi a részei vagyunk, hogy ha csak feltételezzük, hogy valami van a tudaton kívül, még az is ezzel a feltételezéssel bejön a tudaton belülre. Értitek ezt? Az a gondolat, hogy valami a tudaton kívül van, ez a tudaton belül van. Na. Ez nagyon-nagyon fontos tudás, gyerekek. Itt a kulcs, mert innentől van rá hatásunk, hogyha tényleg létezne egy tőlünk független anyag. Ha valóban úgy lenne, hogy az anyagra lassan ráépült az élet, és aztán az életre lassan ráépült a tudat, ha ez így tudna lenni, akkor semmit nem lehetne a tudatnak kezdeni az anyaggal. Mert az anyag a primordiális, az a fő valóság, a többi meg csak a róla való vélekedés. Na de pont fordítva van! Pont fordítva van, hogy a tudat a primordiális valóság, és a teremtés az tudati gesztus. Azért lehetett megtalálni az univerzumon korábbi valamit, mert koncepció volt már eleve. Nem úgy volt, hogy felrobbant a semmi, hát már eleve, gyerekek, én 6 éves koromban már a papám nekem megmondta, hogy fiam, az a baj ezzel a nagy bum teóriával, hogy a semmi nem tud felrobbanni. Kisfiam, értsd meg, hogy bármilyen kicsi pontba sűrűsödik a semmi, az nem képes annyi semmi oda gyűlni, hogy az felrobbanjon. Tehát ez a teória, hogy egy végtelenül, figyelj, ezt találták ki, de hogy ebbe belementek hosszú időn keresztül komoly tudósok, képzete szakállal. Egy végtelenül kicsi pontba, végtelenül tömör, hihetetlenül, végtelenül nagy energia. Felrobbant! Na de mire kitalálták?
hogy ez hogy lehet? Hát ez milyen jó, kitalálták. Képzeld el, hogy a fekete lyuk egy adott univerzumban ugye működik. De mi is tudjátok, hogy hány fekete lyuk van csak a közelünkben? A galaxison belül van legalább 40 fekete lyuk. Kisebb, nagyobb. Mindegy. Jó helyen vannak, semmi gond. De minden esetre még nem ilyen közel, hát azért az jó. És akkor ezek a fekete lyukak elnyerik az anyagot, elnyerik, egyre tömörebb, és még egyre jobban elnyerik. És a másik oldalon fehér lyuk. És ezt már azért tudják, hogy van fehér lyuk, mert már föl is fedezték. Régebben csak gondolták, hogy biztos a fekete lyuk másik oldalán fehér lyuk van, de hát ez nem volt megerősítve. De most már találtak fehér lyukat is a mi univerzumunkban, hogy na ez az, ahonnan spriccelnek a dolgok. Na. Ez azért érdekes, hogy ez még mindig a tudaton belül van. Hello. Az egész univerzum, mivel tudati teremtés, koncepciója van. Nem igaz az, amit feltételeztek, hogy a nagy boom után van a Dark Age, ami azért dark, mert ott még annyira plazmatikus az a szétáradó anyag, ami a nagy boomnál keletkezett, hogy ez még nem is anyag. Tehát azok az ionok, meg mit tudom én, subatomik partikulációk, ezek röpködtek, de még szubatomi se, tehát, de nagyon sűrű lehetett. Elég forró, mert le kellett hűlnie ahhoz, hogy kialakulhassanak már benne az, hogy hélium atom. És nagyon lassan, tehát körülbelül egy ilyen 1 billió év kellett ahhoz, hogy kialakuljon az anyag. Na képzeld el, hogy ebbe az 1 billió évbe, ebbe az időintervallumba találtak olyan galaxist, amelyiknek a kialakulásához 1,2 billió év kell. De ők megtalálták 300 millió évvel a nagy boom után. Na, tehát itt most föl van téve, tehát hiányzik a káosz, értitek? Az univerzumban nincs káosz. És nem is volt, már eleve rendezetten jött minden, koncepciója volt az összes. Hogy lehet, hogy mindegyik galaxis ilyen? Hogy lehet? Hát volt egy elf, aminek megfelelően neki be kellett úgy rendezkedni. És tudjátok, hogy mi az az elf? Az a tudat, és azt hívják most Dark Matternek, meg Dark Energynak. Kiderül, hogy az univerzumnak a 95%-a láthatatlan anyag, és az 5% az az anyagi univerzum, tessék. Hát mi lehet az a másik? Hát az a jóisten tudata. Tessék, az a tudatkristály, amiben élünk. Na, ha így nézzük a dolgokat, akkor látjuk, hogy mindennel kapcsolatban vagyunk. És nem mindegy, hogy én milyen energiát viszek az univerzumomba. Mert hogyha én dühös energiát viszek, akkor sajnos az én univerzumomban düh lesz. És most szerencsére nekem elég távol vannak az ilyen dühös megnyilvánulások az univerzumomban. Nem veszekszek még a feleségemmel sem. Érzitek, hogy mekkora fölényben vagyok? Érzitek, hogy jön valaki, hogy kekeckedik, és akkor én erre nem pöccenek be. Hát micsoda egy magabiztos, mosolygós állapot. És nem is kerülök senkivel úgy kapcsolatba, hogy pofán akarjon vágni. Igaz, hogy nem is szólok be neki. Tehát így függenek össze a dolgok. És a harmadik lépcső, az pedig a saját hang. És itt kapcsolódik be a háromszög, ami miatt egyáltalán jöttem, hogy érdemes volt jönni, hogy ez a háromlábú szék effekt valójában a szív mélyre áradó út tana. És a harmadik lába neki a saját hang. És itt kezdődik a mágia. De mindenkinek van saját torkában lakó saját hangja. Ezt ne vitassuk el egymástól. Mutatok egy nagyon pici középhangot. Egy olyan picit, hogy az már épp a hallás határ. De érezzetek rá, hogy mi van benne.
ez a pici hang nekem innentől idáig megrezgette belülről a mellkasomat. És hogyha érzékenyek vagytok, akkor ti is érzitek, hogy ez a pici hang is, mint egy rezgés, ott rezeg a térben. És mind, szóval át lehet érezni. Pici hang, még egyszer mutatom. Mondjuk egy mélyebbet, az jobban fogok. Előveszem a legmélyebb hangot. Ezt figyeljétek. Ez így tanul ezek. És hogyha még egy kicsit... A pocakom teteje és a gát közötti rész, mint egy hordó rezeg. És hogyha trükköt csinálok hozzá, hogy ezt a rezgést egyszerűen fölviszem a fejem búbjáig. Hidegen csinálni. Bocs, ez nem bemutató, hanem közben végzem a gyakorlatot. Tehát ez a gyakorlat a megoldás. Nagyon sok ága van. Nem egy és akkor kész. Hanem van ennek egy kultúrája. A lényeg az, hogy minél magasabb hangot adunk ki magunkból, az annál magasabb testállyal fog együtt rezegni. Annál magasabb csakra. Tehát azt mondom most csak így, egy vékony hangon, hogy akkor itt a Brahma csakrán megrezdül. Óhatatlan. Megúszhatatlan. Ha meg azt mondom, hogy akkor ott van az energia. És ha azt mondom, figyeljtek ezt. Ez a szívcsakrában rezeg. Középhang, A betű. Na, itt a nagy találmány. Szóval itt nyilvánosan megköszönöm a magyarok istenének, hogy a kegyelmébe fogadott, mert egy olyan ötsoros imát adott nekem gyakorlatra, hogy már most, ha beszélek róla, föláll a hátamon a szőr. Ez egy akkora dolog ez. Képzeljétek el, hogy abból a törvényszerűségből fakad az egész játék, hogy a magyar nyelvben ugye van 7 alap magánhangzó, U, O, A, A, E, E, I. És van persze közte ilyen, E, meg olyan, Ő, meg Ü, de ezek az alapok. És az I, az I-hez tartozik például az Ü, de az Ő is, tehát az még ugyanaz az állás. Tehát, hogyha jövünk, akkor úgy lehetne mondani, hogy I-ü, benne van a képben. De az alap akkor is az, hogy I, E, E, A, A, O, U. És a test, tehát honnan tudja a magyar nyelv, hogy a csakrák hogy vannak? Isteni kinyilatkoztatási nyelv. És képzeld el, hogy ahol az U betű van az alsó csakrához, tartozik az út szó és a kút, mint legalsó dolog a világban.
A második csakrához, a szakrális csakrához meg tartozik az O betű, és oda tartozik az a szó, hogy jó. Hát már a fizikai világban azért az, arra lehet mondani, hogy jó. És azért nem véletlen, hogy lemélyül a férfiak hangja, amikor ott van, akkor jó, jó. Szóval. És különben a nők is, hogyha ott elkezdenek mélyen morogni, hogy jó, jó, akkor azért ott megrezdülnek a kettes csakradók. És az A betű az meg a hasnál van, véletlenül a has, meg a hara, meg a harag, meg a harc, meg az akarat. És az mind a harmadik csakrához tartozik, kérem. A közvetlen fizikai erő központ. És itt pedig, ahol a szív lakik, ott van az A betű, és ott van az áldás. Tehát, ha egy magyar ember, aki lélekben magyar, nem a származását kutatom, hogy hány nációból tevődött össze, mert én is mesélhetnék a keveredéseimről. De magyar, nálam magyarabbat nehéz találni, mert én nagyon magyar. Jön nálam egy magyar, jó, elfogadom, na legyél nagyobb magyar, de akkor is. Én ilyen kicsinek is nagyon magyar vagyok. Jó, hát akkora bajszom nincs, mint egy igazi nagy magyarnak kellene, nagy bajusz. De úgy gondosan ápolva, figyelj, nem úgy, hogy csak nő. Hát ez le kell úgy vágni, meg az a tömörödést elősegíteni, meg mindig fazonra. Tehát az egy piperészés. Ehhez ennyire nem vagyok magyar. De amúgy igen. Ja mindegy, tehát hogyha egy magyar ember azt mondja a szívből, hogy áldás, akkor képzeljétek el, úgy is van. Áldás, áldás. Itt rezeg. Kikerülhetetlen. És itt pedig, ahol az E betű lakik, itt van véletlenül a gége, meg itt van ugye a teremtő ige. Ige. És az I, az ugye az isteni szint, ige. Az a kimondott szó, ige. És mi van a teremtő szó maga? Az az, hogy legyen. Hát ha te kimondod, hogy legyen, akkor az annak kell, úgy kell lenni. Azért, mert a te saját torkodból mondod, a teremtő központodból, a kinyilatkoztatás helyéről mondod, hogy legyen. Hát ez őrület, gyerekek. Ezt honnan szedték? Honnan szedték? Hát én magam nem értem, hogy ez hogy lehet, hogy ez így be van osztva. És itt mi van? Figyelj! Itt van a harmadik szem, és ott van az E betű. És ott van a magyar szó, hogy ég. És ez meg az égi látás. Véletlenül. Ha azt mondod, hogy ég, akkor megrezdül a homlokod közepe, megfelelő a ma ilyen manya. Ég, és itt rezeg. Gyerekek, és azt mondod, hogy íz, akkor itt kinyílik. Ez tuti 100%, vagy sem, pötty, íz, és ott van a bizsergés, ki van nyilva. Na, tehát eleve ez az alapja. Ez tök jó, nem? Jaj, 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 bá, még hol tartunk sehol. Még csináljuk is persze mindent. Na de figyelj meg, hogy mi az, ami a jó Istennek köszönhető. Hogy belenyomott a fejembe egy olyan ötsoros imát, ami erre a szisztémára épül, és megcsinálja azt, amiről beszél. Magyarul, magyar ima, magyar mantra, és azt csinálja, amit ki, ami ki van mondva benne. Na, bocsánat, be vagyok indulva. De hát nem, hát lehet, lehet egy-két jó dologra beindulni, csak hol a vízem? Jobbkéz? Ah, köszi, köszi, köszi. Most inni kell, bocsánat, egy picit. Na, tehát... Eléneklek, mert van neki dallama. És utána meg ezzel a difonikussal is el fogom játszani, és ugyan nagyon erős. Hmm.
szívnére áradó út. Túlról talált elég íz. Szívnére áradó út. Túl Donnan átfelé szívére állod a út. Túlsó partját eléri. Szívéről áradó kút. Túlról magán teherít.
A bölcsesség szeretett gyógyító erő háromszoros áldása áldja. Érjen el minket, töltsen el minket, töltekezünk az áldásból, majd engedjük tovább a négy égte irányába körülöttnek, délnek, nyugatnak, északnak áldjon az áldás. Érjen mindenütt a lényeket, a hatféle létformában sínlődő lények, mindegyikét érjen az áldás. Ne szenvedjenek a lények, legyenek mind boldogok. Kedves lények, legyetek mind boldogok. Az előzőhöz szeretnék mutatni valami érdekességet, hogy ugye van egy adott dallam, amin ez megy. Az egész univerzum a felhangsor mátrixa szerint rezeg. Minden egyes dolog, ami rezgő test, ami hangot kibocsájt, az az alaphang és a hozzá kapcsolódó felhangok értelmében rezeg. Tehát a Jóisten már eleve beleteremtette a skálát, az a felhangsor. És hogy lehet, hogy én levágok tegnap egy ilyen tök szárat, és ha ezt meg tudom fújni, volt valami megfújtam, mindjárt megtalálom azt a pontot, ahol... az. Sajnos ez nem olyan egyszerű tököt fújni, de lehet. Elaggott, az a baj, hogy beszöttyett, sajnos. Megdöglik, és akkor vége. Nem szól most jól. Hát pedig azt akartam volna, de azért még nem adom fel, jó? Még egy picit próbálgatom át. Hát ezen nem tudom megmutatni, viszont megmutatom a gitáron. Tehát, hogy van egyfajta dallam, ez a felhangsor. Nézed, hogy? Ugyanannak a húrnak a hangja, és nem lefogom, hanem csak úgy letompítom, hogy a többi ne szóljon. Tehát a üveghangos játék az úgy megy, hogy meg van pöngetve, és hogyha ott megfogom, akkor az az alaphang nem szól, de szól az üveghang. És szól a másik. Tehát ez ennek a... Már ki lehet itt. Ezek, amiket hallunk, gyakorlatilag egy pentaton skála. Képzeljétek el, hogy azért van, hogy az összes népdal pentaton, mert pentaton, de nem mindegyik, mert a görög meg a balkán az nem, de ők is a felhangsornak azok a kis negyed hangjai, amikor mindenkünk már a miskálánkra, a pentatonskálára nem stimmelnek, mert már ahogy megyünk följebb a felhangokban, egyre szűkülnek a távolságok. És van egy olyan rész, amikor már nem lehet azt mondani, hogy ez félhang, hanem az egy kicsit szűkebb. Csak sajnos ezt nem tudtam ezen a tökön megmutatni, mert milyen jó lett volna, hogy kifújom, de meg elfonnyad, értitek? Amíg még él, addig még fickosan ki lehet, ez
nem is tudom, hogy kéne találni, mumifikálni kéne. Hogy kell egy tök szárat mumifikálni? Hogy száradjon meg ebben a formájában, nem? És hogyha már jó kis kemény, akkor még lehet, hogy na mindegy. Na, hát ennyit volt. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy a hangjával mindenki tud bánni, ha akar, ha gyakorolja, ha figyeli a lélegzését, és megcsinálja azt, hogy mondjuk minden nap legalább negyed órát légzés figyel, akkor a negyed óra végére eljut a teste és a lelke egy olyan állapotba, hogy már érzékelni fogja a pici hangok rezgését. Akkor, hogyha ott elkezdi ezt gyakorolni, és mindig nézi, hogy melyik hangja hol rezeg. Én influenzát így három esetben kikezeltem, mert volt nyomvadásgátló varázsszerek című előadásom, és most képzeljétek el, hogy előtte levő éjszaka éreztem, hogy már csíp a torkom, és már tapnyosodik az orrom, és azt gondoltam, hogy fú, gyerekek, már lát, hogy lázam is van, úgyhogy lemondom az előadást. Na de hogy lehet egy nyomvadásgátló varázsszerek című előadást lemondani, arra hivatkozva, hogy az előadó nyomgat. Hát ezt nem engedhettem meg magamnak. Ezt megértitek, és akkor oda kellett éjszaka üljek, de én amúgy is éjszaka fönn vagyok, szóval ez semmi baj. De hogy én kitaláltam, hogy hol van az a rész, megtaláltam azt a hangot, ami innen indul, és a fejem tetejéig kipucolja. Szüreg. De nem látta senki. Az lenne jó, hogy én ezt otthon csinálhatom a szobámba. Eléggé le van szigetelve direkt a fal. Homlok üreg. És a torok, ugye mélyebben kell a torkot, meg egy kicsit mély, mindig mélyből kell indítani, gyerekek. Az egész gyakorlat mélyből indul, akkor fog működni. Mert a mély rezgés az, ami egy idő után át tudja hatni az egészet. Tehát azt sem, hogy meg már alapzat. Mi történt? Az a nagy erő, rezgés fölment a gerincemen hátul, és így kipukkadt. Bocsát, le kell zárjak egy ilyen rettenetes, tolakodó telefont. Ne tolakodj! Szégyeld magad! Ne, akkor se. Nem. És kész, vége. Nem van intézve. Pedig nagyon akartam amit mondani, de nem. Este háromkor se. De mondjuk ez a gyakorlat, ezt szoktam mindig csinálni, megmutatom nektek, hogy eleve az Om Mani Padme Hum mantrát ezt kapásból bevonom. Az a legjobb mantra a világon nekem. Lehet, hogy vitatkozik bárki, mindegy, jó, igaza van. Nekem az Om Mani Padme Hum a legjobb mantra. Miért? Mert az az egyetemes jó akarat mantrája. Az a mantra, ami azt mondja, hogy mindenkinek legyen jó. És én egyszer csak rájöttem, hogy csak akkor jó mindenkinek, ha mindenkinek jó. Tehát annál jobb mantra nincs, mint hogy mindenkinek jót akarok. Hát ne hülyeskedjetek. Hát mindenkinek legyen jó, ez olyan nyilvánvaló. Na és ez az Om Mani Padme Hum, úgyhogy én beleszoktam ebbe a szívmély gyakorlatba vonni. Azt, hogy pont amikor arról van szó, a harmadik sor az arról szól a szívmély mantrából, hogy szívmélyre áradó út túlsó partját eléri.
Ott szoktam egy kis szünetet tartani, hogy áldás, hogy akkor már itt vagyok a túlsó parton, de az az első mozdulat az áldás, és utána nyomom is az Om Mani Padme Hungot egy ideig, és utána folytatom tovább a negyedik és ötödik sorral. De ez már ilyen belső trükk, tehát ez nem teljesen mindegy. Ha valaki csinálja, akkor úgyis azt csinál, amit akar. De jó. Ez az egész úgy nincs lefoglalva, képzeljétek el. Tehát amit most én mondok nektek, ezt én már megírtam a könyvbe, a Láramlás című könyvben ott van. Tehát amennyire ezt le lehetett védeni, az le van védve. De azért, mert nincs levédve, mert mindenki azt sem, amit akar. Tehát nyugodtan bárki mondhatja azt, hogy szív mélyre áradó út, túlról talált elég íz. Hát ezt hogy akadályozom meg? Hogy te nem mondhatod, mert ez az én szövegem. Te ne mondjad. Ráadásul nem is az én szövegem, mert úgy történt a dolog, hogy beültem egy autóba, hátsó ülésre szerencsére, és ment az autó attól még. És rögtön, ahogy beültem, jött ez a dallammal ez a szöveg. Mint egy népdal. Szívére áradó túlról talált elég íz. Szóval egyszer csak jött, és utána leírtam. Tehát nem mondhatom, hogy én találtam ki. De nincs szerzői jog rajta, értitek? Ez nagyon nagy dolog. És így működik. Ettől jó, érted? Ettől jó, hogy ha akarod, csinálod, és ugyanaz lesz neked, mint nekem. Mert én azóta jól vagyok, az körülbelül egy éve. Jó, előtte is jól voltam, de egy éve különösen. Egy vagy mondjuk másfél. Másfél éve már különösen jól vagyok. Ezt már nem is értem, hogy miért érzem magam ilyen jól. Hát csak azért, mert semmi bajom nincs. Ez ilyen egyszerű. És mindent tudok orvosolni. Figyeljetek, háromszor elmulasztottam ezzel az influt. Tehát már másnap úgy keltem föl, oké, fél órás gyakorlás, meg azért köpködni kellett közben, mert ez a hang kihozza. Hát amikor azt csinálom, hogy ezzel most végig, most igazából, hogyha nem lennék udvarias, akkor most mondjuk harákolnék. De most jó helye van még ott. Ennyi azért, ez nem túl jó. Ez még diszkrét. De már feloldott, érted? Értitek, hogy ez mindenkinek van? Ez a zseniális a dologban. Hogy egyrészt nem én találtam ki, másrészt meg mindenkinek van. Hát ennél nagyobb poén, szóval ez tisztára a Jóisten. Teljes mértékben a Jóistennek a nagy kegyelme, hogy ilyen egyáltalán lehet. És ráadásul mindenki, igenis próbáljátok ki, figyeljétek, őrült jó. Tehát gyomor. Mondok egy példát. Az ember szerencsétlen autópályán kell, hogy menjen éhesen, és akár meg kell állni egy ilyen borzalmas tankolóállomásnál, ahol adják ezt a, tudjátok, a hűtőben. Ilyen hosszú, és így kilóg bánatosan belőle, ilyen egy kicsi sajt, kis füllet sajt, meg egy kis elbizonytalanodott család a levél, kilóg ebből a eleve így néz ki, és hideg, nyírkos, szar, belül pára lecsapódásos nejlonzacskó. És akkor az ember, az ilyen lárbácsi féle, az megfogja, megveszi. És akkor meg kell lenni sajnos, mert éhes a sofőr. Megeszem, és akkor hogy fél óra múlva a gyomrom, az azért véleményformál. Nem tetszésének ad hangot, elkomorodik. Szóval konkrétan azt lehet érni, hogy rossz kedve lesz a gyomromnak. Miért kellett ezt látni? Miért pont ezt? Így nyomja a gyomrom, és akkor én megnyugtatólag az Om Mani Padme Hum mantra segítségével Ooh.
És mindenki csinálhatja. Nem? Nincs erre beavatás. Éressétek egy kis lovettát. Darabonként minimum egy ezrest, és az beavató. Ládába rakjátok. Ne ide, oda ládába. És én megáldolok. Hát ebből kimaradtam. Ebből a dologból. Na mindegy, drágáim, hát akkor most még beszélgessünk akkor. Jó, az van mondva, hogy eleve úgy van mondva, hogy beszélgetés. Ha valaki akar velem beszélgetni így nyilvánosan, az beszélgessen velem, ha meg valaki diszkréten csak négy szem közt akar velem beszélni. Azoknak most nem tudok mit mondani. Valahogy oldják meg. Na, rajta. Tessék. Úristen, jó, hogy egy kicsit... Jó Isten? Kicsit fejtsem ki a Jó Isten? Tehát igen, egy kicsit árnyaltabban. Figyeljetek, képzeljétek el, hogy nincs is semmi más, csak a Jó Isten. Tehát ebből kell kiindulni. Ez a világlélek, amit tapasztalunk, ami minden pici részletében egy tökéletes. Tehát ha nézzük az atomot, tökéletes. Az abból felépülő molekula tökéletes. A levél olyan, hogy leszedsz egy levelet, és nézed, hogy micsoda rajzolata van, és kiderül, hogy pont akkor a levél, amekkora rajzolat. De nincs az, hogy egy nagy levélen középen egy kicsike rajzolat. De olyan sincs, hogy egy kisebb levélből kilóg a rajzolat. Értitek? Össze van pont passzítva a levél a saját rajzolatával. És mindenhova eljut az a kis szál, ugye, amin megy a növénybe a nedvesség. Na, az a kis szál, a kvidóba eljut, és gyönyörű, és arányos, és hogy mondjam, harmonikus, és szép. És oda szeded ugyanannak a növénynek a másik levelét, és másmilyen. Aztán a harmadik, az még három, harmadféle. Hogy? És mindegyik tökéletes. Egyikből se lóg ki semmi. Értitek? Ennyire precízre meg van csinálva bármi, de egy kristály, egy homokszem. Egy homokszem az kristály. Ha azt megnézed, ezért kiderül, hogy egy tökéletes kristály. Hát ne szórakozzunk! Hát akkora nagy intelligencia tengerben élünk, és ez maga az Isten, és ez az Isten, ez egy, tudjátok ki ez? Ez egy illúzió mágus. Mert azért azt nem csinálta meg, azt nem tette meg, hogy tényleg anyagot teremtett volna. Az most kiderül, hogy anyagot nem teremtett, de benyomást igen. Tehát kiderül, hogy az összes anyagnak a legalján, még amikor már a Higgs bozonnál mondják, hogy az a legalja, arról kiderült, hogy a Higgs az nem is bozon, hanem az egy tér, egy felület, egy rezgő háló a Higgs tér, és abból egy kidomborodás az az elektron. Tehát az elektron se egy gombóc, hanem az a Higgs térnek a kidomborodása. Na de az összes többi kicsi partikuláris mindenki, az mindez, értitek, egy rezgésnek az interferencia kibugykocsodása. Tehát a rezgés, az úr, amit csinált, az a rezgés. Nem anyagot teremtett, hanem rezgést, ami anyagnak látszik. És ott derül ki, hogy még csak nem is valami végleges nagy valamit csinált, hogy képzeljétek el, hogy ami elmúlt, az nincs. Nem tudsz egy fikarcnyit se visszaszedni semmiből, és ami meg nincs még a jövő, az meg még annyira nincs, hogy nem lehet a jelenbe bezsúfolni, semmi módon. Csak épp mindig a jelen van. Puty, most, de már múlik el. Tehát mire nézed a jelent, addigra múlik el. Tehát nincs az a pont, amikor megvalósulna. A megvalósulás pontja hiányzik, gyerekek. Értitek? A valóság, mint megrögzött valami, annak a pontja, az nincs. Mert már múlik el. Érted? Csak a jelen van, de már múlik el. Tehát a jelenben nincsen az a pont, amikor az épp lenne. Mert mire épp lenne, már múlik el. Na, ebből az következik, hogy az van, amit csinálsz. Amit te csinálsz, az viszont van. Mert a tapasztalás a legfelsőbb igazság. A tapasztalásnál nincs felsőbb igazság. De amit megtapasztalsz, az úgy van.
és kész. Nem is lehet kiverni a fejedből. Ha egyszer láttad, hogy valaki letolta a bugyját, akkor te már soha nem fogod elhinni, hogy nem tolta le. Tehát hiába bizonyítják, az újságok megírják, nem tolta le a bugyját. És ezt a bíróság kimondta. De te láttad! Tehát nincsen olyan felsőbb hivatás, amelyiknek te alávetnéd azt a tapasztalatodat. Letolta a bugyját, az kész. Na. Ennyire csak a valóság van. De csak a tapasztalás. A tapasztalás, mert aki nem látta, hogy letolta a bugyját, annak nem tolta le a bugyját. Az elhiszi azt a cikket, hogy nem tolta le. Értitek? Tehát, és ez két külön független univerzum. Az egyikbe le van tolva a bugyja, a másikban nincs. Na ebből mi következik megint csak, hogy az van, amit csinálsz. Hogyha elmondtad az Om Mani Padme Hum mantrát, akkor már az el van mondva. És ha te a szívedbe azt érzed, hogy tényleg legyen mindenkinek jó, akkor tényleg abban a világban legyen mindenkinek jó. Na, és hogyha én elkezdenék gyűlölködni, hogy a szemét Orbán, vagy a szemét Gyurcsány, vagy a Van der Leyen asszony, vagy a Biden, vagy a Putyin. De meg hogy mi két ilyen fazon, hogy a Biden, meg a Putyin. Ez már nem egy minősíthetetlen állapot, és akkor ott áll oldalról a Zelenszky. És akkor az Angela von der Leyen. Ezt a valóságot. És 2023, figyeljetek, már 1964-ben volt Beatles együttes. Hát az micsoda egy szint volt, hogy Strawberry Fields Forever. Na most ezek után még hogy lehet lelőni valakit? Most komolyan, nem értem. Nem értem, hogy amikor már ennyi minden kultúra, meg minden már lószar, már balett, érted? Már hatalmas operán, és jön a iszi, és akkor nem szabad, mert orosz. Hát hülyék ezek. Igen. Hülyék. Tehát attól, hát mit ártott az a szerencsétlen Csajkovszki? Hát az ott elég volt neki a maga baja, ott őt megírta ezt a szerencsétlen hatjuk tavát, érted? Most ezért most büntetésből van, hogy az a Putyin milyen. Na, szóval tényleg egyszerűen, hogyha az ember belegondol, akkor elszomorodik. Na de én nem teszem, mert én ezeket csak viccből mondom, mert ez mit dolgom van nekem? Hát most bármilyen rendeletet hoz az Orbán Viktor, hát hogy tudja megakadályozni, hogy én a sarokba mormogjak? Ezt nem lehet betiltani. Hát akár hányszor mondhatom azt, hogy om. És azt nem tudja lelőnőrizni, hogy mennyire mélyen mondom. Nagyon vigyázzanak velem, mert bárhol tudok ommozni. Na, és a Jóisten, figyelj, visszatérek. Tehát eleve nincs is más, mint a Jóisten. És ő magát elmondja. Elmondta magát a Védákban. Krisna formájában kinyilatkoztatta önmagát, és azt mondta, hogy hát engem lehet bárhogy hívni, mivel az összes név az enyém, minden névnek én vagyok az eredete, és hívnak is engem nagyon sokféleképpen, és minden vallásból mindenki engem keres, és úgy kell elképzelni, hogy én állok a hegy tetején, és minden oldalról másznak, ki ilyen név alatt, ki olyan név alatt, de végülis én hozzám jut el, tehát aki Istent keresi, az bennem fogja megtalálni, mert én vagyok az. Tehát a Krisna ezt így kimondta, és még a nevet is azért mondta, hogy hát úgy is lehet így is hívni, de én magamat Krisnának szeretem legjobban hívni. Hát most én miért írjam ezt felül? Tehát én szívesen gondolok az Istenre úgy, mint Krisna. Semmi bajom ezzel. Na de közben, még ez az egész a tudatban van. Tehát a tudaton belül, és tudjátok, hogy ki ez a tudat? Ez a tudat, ezt is megmondja, ez az úgynevezett Nirguna Brahman. Más néven Parama Brahman. A Parama Brahman a legfelső világlélek, aki Nirguna, miért?
Mert a nirgun az azt jelenti, hogy sajátosságokat nélkülöző, gunák nélküli. De nincs neki még sajátossága, mert nem oszlott szét sajátosságokra, hanem a sajátosságok eredetéről beszélünk. A gunák eredetéről. És az már később van, hogy lesz négy elem, hogy tűz, víz, levegő, meg az ötödik ugye az éter, ahonnan jön, de lényeg az, hogy ez egy későbbi folyamat. Tehát a nirguna brahman az még nem, még csak isteni formát se vesz föl, mert ő az összes isteni formának az eredete. De amikor fölveszi a formát, akkor ő szeret Krisna lenni. Hát most ezt nem bírálom felül. Hát van egy pont, ahol ő messze nem Krisna, hanem semminél, hogy mondjam, tehát a minden, az a minden, ami a minden. És akkor az, amikor még nincs a minden. Képzeljük ezt a mindent, ami még nincs. És akkor ebbe egyszer csak megjelenik az Isten, mint irányító tudat, és állítólag a védek ezt mondják, hogy az Om mantra formájában jelenik meg. Tehát rezgésből jelenik meg. Gyerekek! Az Úristennek a primordiális megnyilvánulása a rezgés. És ezért tudunk mi a szívmélyre áradó úton járni. Mert ha elhisszük, hogy ez a mi rendszerünk pont ugyanúgy van, mint a világ, már pedig pont ugyanúgy van. Hogy képzeld el, hogy az az Om, ami a világban rezeg, tudjátok, hogy létezik valóban az a hang, megtalálták, egy 200 000 fényév hosszúságú álló hullám. A létező legmélyebb hang. 200 000 fényév a hullám hossza. És az az alaprezgés az univerzumnak. Az az Om. És neked is van a legmélyebb hangod. És hogyha azt csinálod, hogy akkor az univerzumod alapját megrezgetted. És hogyha ebből a hangból, ebből a mélyből elkezded fölvinni a magánhangzók segítségével, mert a magánhangzó az, ami fonetikailag modulálni tudja ezt a játékot. Tehát azt mondom, hogy O-O-A-E-I, ez közben fölmegy a hát ez a hang, ez bezizegteti az egész gerinc csatornát, az egész izét, a csakra rendszert. Na most ez a gyógyítás. Ez az öngyógyítás. Hogy bármelyik, bárhol van bajod, oda tudod küldeni a rezgést. Ha? Meg kell találni a hangot hozzá, hogy hol rezeg. És oda kell, tehát valakinek a mája. Meg kell találni, hogy ott rezegen. És azon moduláljuk, közben ugráltatjuk a hangot. Ez most a máj. Lehet a lépet is. Rá kell érezni, hogy hol rezeg. Na. És akkor az Isten tovább. Hogy keletkezik a világ a Srimad Bhagavatam 7. éneke szerint. Hogy kezdik úgy, hogy az anyagi univerzum az csak periódikusan, csak szükségek esetén jön létre. Mert normálisan van a lelki világ, hogy egy rezzenéstelen, tökéletes harmóniában élő isteni kisugárzás, ami Krisnából árad, és a Krisnának a világa. Ahol ő áll középen, és fuvalázik, ugye egy lótuszvirág levelén, és körülveszik a bakták, és az állatok, növények, és mindenki a Krisnának a szerető baktája, a fák is hajlonganak előtte, a növények is örülnek, mindenki, a virágok direkt azért virágoznak, hogy Krisna örüljön, az állatok is csinálják a saját dolgaikat, eleve nincs olyan, hogy vér megenné, a farkas megenné az őzet. Tehát képzeljünk el egy ilyen mennyország világot, ez a Krisnának a Krisna lóka, ez az ő világa. És itt mindenki bakta. És mindenki örül annak, hogy szolgálhatja Krisnát, de felüti a fejét az elégedetlenség egyszer csak.
mert... Nem unjátok? Biztos? Jó, mert most még hosszú lesz. Most még csak most kezdtem. Tehát, hogy felüti a fejét a bakták egy részében az elégedetlenség, hogy igen, igen, örülünk mi ennek, hogy Krisnát így szolgáljuk. Na de milyen lehet Krisnának lenni? Hogy Krisna milyen az, amikor neki szolgálnak? Hogy érezheti magát Krisna? És ez már egy kis ilyen irigységféle. És ez elhomályosítja a lelki világnak azt a kristályos tisztaságát, és Krisna észrevette ezt a kis elhomályosodást. És ezt rögtön egy bugyborékkal körbezárta, és belépett ebbe a bugyborékba, mint Mahavishnu. Tehát ő, mint Krisna ott maradt, de Mahavishnu formájában belépett ebbe a bugyborékba, és ez a későbbi anyagi világ. De ez még nem az, mert ebben a világban, ebben a bugyborékban az ok-okozati óceán helyezkedik el, aminek a közepén az örökké valóság kígyója van tekercsbe föltekeredve, és a fejei, az ezerfejű kobra, mint baldahin ráborul erre a kis összetekercsülődött fekvőhelyre, mert ide fekszik a Mahavishnu. A kígyónak az öblébe, és fölé borulnak a fejei, és ott álmodja az univerzumokat. Álmodja Mahavishnu az univerzumokat. És úgy néz ki, hogy minden kilélegzésénél kiáradnak a pórusán az univerzumok, mint ilyen buborékok, és minden belégzésénél visszaáradnak a testébe. És ez egy nagy Manvatara világidőszak. Tehát egy Mahavishnu kilélegzés és Mahavishnu belélegzés, ez egy nagy világciklus. De ezen belül még vannak kisebb világciklusok, mert minden kilégzett bugyboréknak a közepén a tejóceán helyezkedik el, ami már a tudatosság, az a szimbolikusan a manas szintje, az elme szintje. Ott a tejóceánnak az öblében ugyanígy föl van tekercselődve a szésakígyó, és annak az öblében meg a garbodakasai Vishnu alszik, ugyanígy, és azt álmodja a garbodakasai Vishnu, mindegyik egy univerzum van, a mindegyik garbodakasai Vishnu, azt álmodja, hogy a köldökéből egy végtelen szárú lótuszvirág nő ki. És annak a végtelen szárú lótuszvirágnak a kelyhében születik meg Brahma. De megszületik úgy Brahma, a világ későbbi teremtője, hogy ott semmi nincs, csak sötét, nincs semmi, mert eleve ezt a garbodakasai Vishnu álmodja. Értitek? Tehát a Mahavishnu álmában szereplő garbodakasai Vishnu azt álmodja, hogy megszületik Brahma a lótuszvirág kelyhében, és körülnéz, és nincs semmi. És akkor elkezdi kutatni, hogy mi van, és lemászik a végtelen szárú lótuszon, de ugye nem lehet lemászni rajta, mert végtelen, és ezért egy ponton megunja, és visszamászik. Végtelen sokáig mászik vissza, és akkor ott elkezd meditálni a Brahma a lótuszvirágban, hogy tényleg nincs már semmi, sem selent, és akkor meghallja a lelki világból, a Krisna lókából, leárad Krisna fuvola szava. És azt mondja a Krisna fuvola szavával neki, hogy Brahma, teremtsd meg a világokat úgy, ahogy azok mindig is voltak. És akkor Brahma neki lát, és elkezdi csinálni, és Brahma 100 évig él, amíg ő él, addig vannak az általa teremtett világok, de az nagyon sok idő, egy Brahma korszak. A Brahmának egy napja, az nem tudom hány tízezer év. Tehát ezt most én nem tudom az adatokat, de a lényeg az, hogy a tudatos teremtés az a szellemi átbucskázás formájában történik. Értitek ezt? Hogy a Mahavishnu álmondja a garbhadakasai Vishnut, aki álmondja a Brahmát, és a Brahma meg megteremti a világot. Hát szóval... Ez másképp nem is lehet. Szóval ez egész biztos, hogy így van, mert hogyha valaki a teljesből akar valami partikulárisat csinálni, akkor arra dolgozni kell.
Tehát el kell különíteni. Ott is elkülönülnek a dolgok, nem? Elkülöníti azt a részt, ahol a probléma van. Oda belép, és ott a világok is elkülönülten jelennek meg. Abban megjelenik, amit álmodik, az óriási. Hát ennél jobbat nem tudtam nektek kitalálni, gyerekek.